Önök a Cikádor magazint látják, Lipták Péter vagyok, köszöntöm nézőinket. Lássuk, mit kínálunk a következő percekre. A jövő nagy terve az idősek otthona átépítése. Idén is van élő adventi kalendárium Bátaszéken. A Jazz Core történetével ismerkedtek az iskolások. 350 szárnyasnak szervezett szépségversenyt a Bátaszéki Díszgalamb Egyesület. A területfejlesztési operatív program következő ciklusának beruházási tervezete elkészült Bátaszéken. A legnagyobb jelentőségű fejlesztés a csomagból az idősek otthona átépítése lehet. A fejlesztés nem csupán az infrastruktúra korszerűsítését jelenti, munkaerő bővítése is szükség lesz a megnövekvő ellátott szám kezelésére. Mint arról már korábban hírtattunk, Bátaszék város képviselőtestülete elfogadta azt a csomagot, mely a 2022-27 közötti fejlesztési elképzeléseket tartalmazza. Mindazok a fejlesztési elképzelések, amelyek a cselekvési programban szerepelnek, és amelyre pályázati kiírások összehasonlítása alapján látunk lehetőséget, ez 14 projekt volt, ez mintegy 5 milliárdos keretösszeget foglalna magába. Viszont a képviselőtestület 7 projektnek a megvalósítását tűzte ki első ütemmel célul. Ez mintegy 2 milliárd forintot foglalna magában, tehát erre nyújtjuk be jelen pillanatban az igényünket. A realitást azt gondolom, hogy az 1,5-1,7 milliárd körül látjuk a 7 projekt tekintetében. Ebben kiemelt jelentőséggel bír az idősek otthonának korszerűsítése, mondta Bozsadik Róbert polgármester. A fejlesztés anyagi hátterét a megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési operatív program második üteme biztosítaná. A Vörösmarty utcai épület hát több évtizede szolgálja ezt a feladatot, és azt látjuk, hogy kiszolgálta ezt a feladatot. Ez az épület már gazdaságosan nem felújítható, már nem tudja a 21. század elvárásainak megfelelően ellátni a nappali ellátás feladatait. Tehát mindenképpen egy teljesen új, és funkciójában, alapterületében, kiszolgálásaiségében bővített épületre van szükség. Mindez azt jelenti, hogy a jelenleg meglévő épületrészt lebontaná a város, és egy a mainál korszerűbb új intézményt alakítana ki. Szándékunkban áll az ingatlan szomszédságában egy, esetleg kettő ingatlant megvásárolni, annak érdekében, hogy minél nagyobb alapterületű telket tudjunk létrehozni, hiszen a jelenlegi 30 fős befogadóképességű nappali ellátást 50 főre szeretnénk felbővíteni, és olyan kiszolgáló helyiségekkel ellátni, ami biztosítja egyrészt az étkeztetéshez szükséges feltételeknek a biztosítását, hiszen jelen pillanatban is 130 idős ember étkeztetéséről gondoskodunk ezen épület bevonásával. Szeretnénk, hogyha az egészségük és a rekreációjuk érdekében fizikoterápiás ellátást lehetne az épületen belül igénybe venni, gyógytornást, mozgás koordinációs foglalkozásokat lehessen tartani, hiszen azt gondoljuk, hogy ez is nagyon fontos az egészségük megúvása érdekében. Szeretnénk egy olyan udvarrendszert kialakítani, hogy szabadtéri foglalkozásokat is lehessen tartani gyakorlatilag az intézmény elhagyása nélkül, megvédve természetesen azt, hogy illetéktelenek ne is tudjanak bemenni természetesen az intézménynek a területére. A tervezésre vonatkozó együttműködési megállapodást megkötötte Bátaszékváros önkormányzata és a Tolna megyei önkormányzat. Az önkormányzat által elnyert, megyei önkormányzat által elnyert pályázati pénzből a tervezési feladatok elindultak. Mi elkészítettük a tervezési koncepciót az általán elmondott tartalommal, és hát a jelenlegi információink szerint március 31-ig lesz lehetőségünk arra, hogy magát a pályázatot, a kivitelezéshez szükséges pályázatot benyújtsuk. Úgy kalkuláljuk, hogy mintegy 300 millió forintos beruházási értékből meg tudjuk majd valósítani ezt az épületet, és hát azok között, a projektek között, amelyeket a képviselőtestület elfogadott és sorrendbe állított, ez lenne az első. Egyre nő azoknak a száma, akik az ellátást igénybe kívánják venni, akár a nappali ellátást, akár az étkeztetést, akár ennek az intézmény keretein belül ellátott házi segítségnyújtást, vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Itt a feladatellátás alapvetően attól függ, hogy hány gondozót tudunk felvenni, tehát mert a szakmai szabályok alapján megvan határozott, hogy egy gondozó hány gondozottat láthat el.
Törekszünk arra, hogy minél több gondozónk legyen, hogy minél jobban és minél szélesebb körbe tudjuk biztosítani az ellátást. Azt látjuk, hogy egyre idősebbek veszik igénybe. Tehát azt lehet mondani, hogy a 65, sőt inkább a 70 fölöttiek azok, akik a nappali ellátásban, vagy az étkeztetésben, vagy házi segítségnyújtásban a várostól várnak segítséget. Ez korosztályban szerintem még jobban ki fog tolódni. Ez viszont minél nagyobb szakmai terhet fog majd róni azokra a gondozókra, hiszen még elesettebbé válnak az időseink, még nehezebben tudnak magukról gondoskodni. Nagyon nagy probléma, hogy nincs, illetve nagyon kevés az utánpótlás a szociális ágazatban. Ha ebben nem lesz valami fajta központi lépés, hogy az elhivatottság mellett más szempontok alapján is vonzóvá tegyék ezt a pályát, azt gondolom, hogy 10 éven belül nagyon nagy problémák lesznek ezen a területen. Idén is van élő adventi kalendárium Bátaszéken. A város 24 különböző pontján helyezkednek el a feldíszített ablakok, melyeket a vállalkozó kedvűek meg is kereshetnek. A kezdeményezést egy nyereményjátékkal bővítették ki a szervezők, így a legszerencsésebb egy újévi malaccal kezdheti 2022-es évét. Bátaszék frekventált és kevésbé forgalmas helyein is fel lehet fedezni az élő adventi kalendárium ablakait. A kezdeményezéshez 2019-ben csatlakozott a település. Magunk sem gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű lesz. Magyarország több településén csatlakoztak már, illetve csinálják akár évek óta nagy sikerrel, és hát bebizonyosodott, hogy a bátaszékiek is nagyon szeretik. Tulajdonképpen összefoglalva röviden, arról van szó, hogy 24 ablakot kiválasztunk, illetve 24 jelentkezőnek, bátaszékinek adunk lehetőséget arra, hogy az ablakát, a lakásának, a család házának az utcára néző ablakát adventi díszbe borítsa. Kap egy számot 1-től 24-ig, és ezt kell vállalni, azon fölül, hogy a számot kiteszi az ablakba, még valamiféle ünnepi dekorációt is készít hozzá. Valamikor november végén meghirdettük, és az első 24 jelentkezőnek tudtunk lehetőséget adni értelemszerűen, hiszen ennyi adventi ablak van, és nagyon hamar, talán egy másfél-két nap alatt jelentkeztek is 24-en, és többeknek azt kellett mondanunk, hogy hát nagyon sajnáljuk, de majd a következő évben ők is lehetőséget kapnak, de az a 24 jelentkező az hívott meg volt. Bár ezek az ablakok nem rejtenek mindenkinek egy-egy kocka csokit, vagy valamilyen meglepetést, mint a boltokban vásárolható adventi kalendáriumok, mégis van esély arra, hogy egy valaki nyereményhez jusson. Indítottunk már első alkalommal is egy játékot, amelyik szintén nagyon népszerű volt. Ennek a lényege az, hogy aki a 24 ablakból legalább 20-at megtalál, ezt fotóval dokumentálja, lefényképezi, és az e-mail címünkre beküldi, akkor december 27-ig, akkor 31-én, az év utolsó napján egy igazi élő szerencsemalacot kisorsolunk a játékban résztvevők között. Az előző években is nagyon népszerű volt a kezdeményezés. A tavalyi évben például egy bátaszéki általános iskolás, egy nagy lány nyerte meg a malacot, és annyira örültek neki, hogy vettek hozzá még egyet, és ezt a malacot nevelgették föl ebben az évben. Úgyhogy ezt a játékot indítottuk el, illetve az adventi ablakokat december elején, november végén, úgyhogy aki teheti, az keresse ezeket, csodálja meg őket, és ha még játszani és nyerni is szeretne, akkor fotózzon, és az infokukac@bataszekert.hu e-mail címre küldje el a fényképeket. A jazz muzsika történetével ismerkedhettek meg az általános iskolások Bátaszéken. A Magyar Jazz Szövetség szervezésében lezajlott különleges tanóra végigvezette a gyerekeket a műfaj kialakulásán és történetén, bemutatva a műfaj sokszínűségét. Az első zenei stílusunk, az első könnyű zenei stílusunk az a blues zene lesz. Hát akkor mutatunk ebből nektek egy rhythm and blues lüktetést, egy rhythm and blues stílust, amit már az európai hangszerekkel mutatunk be a gitáron, a basszusgitáron és a zongorán.
És ez így zajlott közel egy órán keresztül. Pici jazzbombonokat kaptak a hallgatók azzal a céllal, hogy ne kapcsolják el a rádiót, ha azt hallják, jazz szól benne. A műfaj magyarországi szervezete találta ki az előadássorozatot, és szervezett minőségi muzsikusokat akár ilyen kis színpadokra is, mint a bátaszéki. Nagyon fontosnak tartjuk a Magyar Jazz Szövetségben, hogy a gyermekeket megismertessük az amerikai jazz hagyományával és ennek a kultúrájával, illetve az élőzenére neveljük a gyermekeket. A Magyar Jazz Szövetség 2020-as évben volt 30 éves, és kitaláltunk egy projektet 30 év jazz címszóval, amivel 30 városba, 30 településre jut el 30 zenekar, és délutánonként zenei ismeretterjesztést adunk a gyermekeknek, este pedig a felnőtt közönségnek koncertet. Ez az előadás azért rendhagyó, mert itt a gyermekek a jazz történetének a kialakulását nem csak szövegben, hanem zenével együtt tudják meghallgatni, és a művésztársaimmal tudjuk ezt illusztrálni. Nagyon fontos, hogy mindenből a legjobb minőséget adjuk a gyermekeink számára. Tehát, hogyha ha anyagilag egy édesapa megengedi, akkor jó, megengedheti magának, akkor jó minőségű cipőt fog fel a gyermekének venni, hogy ez még a következő időszakot, hónapokat, éveket is ki tudja tölteni. Hogyha nincsen rá forrása, akkor meg fogja venni az egyszerű kínai cipőt, ami leszakad a gyermek lábáról, de lehet, hogy abból az olcsóbbból fog sokat venni. Mi úgy gondoltuk a Magyar Jazz Szövetségbe, hogy az élvonalbeli produkciókat kell elhozni, és megmutatni a gyermekeknek, mint falvakban, mint városokban. A célunk az, hogy közelebb hozzuk hozzá. Nincs messzebb, mint a komoly zene, vagy a klasszikus zene. Én úgy gondolom, hogy a gyermekeknél van zene, amit be tudnak fogadni, és olyan jazz produkciókat, olyan előadásokat hozunk, amin keresztül megszerettethetjük a gyermekeket, gyermekekkel ezt a zenei műfajt. Persze ahhoz, hogy a kezdeményezés átüsse a falat, több szereplőre is szükség van. Egyrészt a családra, mert ha ott nem kap ehhez támogatást a gyerek, nem fog ilyen zenét hallgatni. Másrészt megvan az iskola szerepe is, mert ha az énekórák keretében szó esik a jazzmuzsikáról, a gyerekek nem idegenkednek a műfajtól. Bátaszéken szerencséjük van a kicsiknek, hiszen Huba Csongor személyében a Szekszárdi Jazz Club vezetője mesél nekik az énekórákon. Hát a mostani 20-30 évesek nem nagyon látogatják a Szekszárd Jazz Clubot, főleg 50 év fölött látogatják, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a generáció is erről a műfajról valamilyen befolyást, inspirációt kapjon. Annál is inkább, mivel például ennek a műfajnak a tárgyalása, énekzenét is tanítok ebben az intézményben, 8. osztályban már előkerül a jazz. És úgy gondolom, hogy semmi probléma, hogyha 6.-7. gyerekek is egy kicsit belekóstolnak, másrészt meg az előadókat, akik ma itt fellépnek, személyesen ismerem, a mi klubunkban is játszottak, majd szerintem nagyon jól fogják érezni magukat a gyerekek. Az énekórákon bemutattam a Finucci Brassnak egy felvételit, úgyhogy ma is egyik énekórán látták már előzetesbe egy videóklippen a zenekart a gyerekek. A legfontosabb az, hogy mit hallgatnak a kocsiba a gyerekek, vagy otthon a főzés közben a szülők. Így van, de lehet, hogy mi kinyitunk egy olyan ablakot az ő számukra, ami lehet, hogy most csak egy hatást gyakorol rá, de későbbiekben 5-10 év múlva önmagától szörfölget az interneten, és ismerős lesz neki az érzet, amit ő itt kapott, és utána nyitott lesz erre a műfajra is. Egyértelmű, hogy a népszerű műfajokat mutatjuk be elsősorban, hiszen a 30 produkció mind olyan kiemelkedő produkció, ami populáris is, illetve a jazznek olyan műfaját képviseli, ami a nagy közönséghez elér és szeretik. A 350 szárnyasnak szervezett szépségversenyt a Bátaszéki Díszgalamb Egyesület. A megmérettetés már több mint 50 éves múltra tekint vissza.
A versenyre az egész ország területéről jelentkező tenyésztők és a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének bírái több kiváló minősítés is kiosztottak a nap során. Óvodások látogatták meg a Bátaszéki Díszgalamb Egyesület által szervezett kiállítást. A bemutatón közel 350 szárnyas várta, hogy az öttagú zsűri szemügyre vegye őket. A kiállítás már több mint 50 éves múltra tekint vissza. Különböző díszgalambok vannak, és díszbaromfik is vannak. Sajnos a tavalyi évben elmaradt a koronavírus véget, és most meg tudtuk rendezni. 331 galamb van jelen pillanatban itt, és 9 azt hiszem, hogy a kacsa, és baromfiból, és úgy 9-10 darab van össze pontosan. Nem számoltam meg mindent össze, ezt mai nap ezt meg fogom ezt is csinálni itt. Jelen pillanatban itt van a 5 tagú bíró bizottság, amik végzik itt a bírálást. Ezek úgy vannak, hogy jó, kiváló, megfelel, és olyan van, hogy fajta győztes, kiállítás győztes. Az ország több területéről érkeztek nevezések. Kricskovics Ferenc galambbíráló szerint vegyes az állomány. Nyilván a kis egyesületi kiállításokon a tenyésztők azok akár helyből, vagy inkább nagyobb távolságból is jönnek. Nem mindenki képes megfelelő anyagi körülményekkel támogatni a tenyészetét. Ez nyilván kihatással van akkor, amikor az állatok bemutatásra kerülnek egy kiállításon belül. Nyilván, hiszen az a galamb kiállítás gyakorlatilag egy szépségverseny. Minden fajtának van egy fajta standardja, ebben szereplő főbb dolgok vannak kiemelve, amelyek szempontként mutatkoznak meg a bírálat szempontjából. Nyilván a galambfajták azok igen sokrétűek, közel 400 galambfajtát tenyésztenek a világon. Ebben vannak nagytestű alaggalambok, rajzolos madarak, tyúk alakzatú galambok, mint a magyar tyúktarka vagy a kinggalamb, vagy mint például a texán, az egy haszongalamb fajta volt valamikor, ma már ez a része kevésbé van kiemelve, inkább a szépségre van tenyésztve, és megvannak az első rangú bírálati szempontok, amikor ezeket nyilván, amelyek ilyen tól alakzatos madarak, mint a pávagalamb, vagy a szibériai rezgőnyakú madár, akkor nyilván megvannak ott is, tehát mindig más és más szempontok alapján bírálunk. Én most éppen texánokat bírálok, tehát először végigmegyek a ketrec soron, ahol ki vannak állítva az egyedek ezen a kiállításon, közel 40 darab van, ebben vegyes ivararány van, vannak hímek és tojómadarak. Én most a bírálatot a tojóknál kezdtem, végigmegyek a ketrecek közt, és megnézem így nyugalmi állapotban a madarakat, amelyik tehát látszólag úgy tetszik, megmozgatom, stb. És azoknak, amiket úgy vélek, hogy az kiváló minősítésre alkalmasak, azoknak a ketrec függvényét befordítom, nyilván az lesz az etalon, tehát az a kiváló 96 pontos madár, és a többi madarat ehhez viszonyítva pontozom. És akkor ugyanezt megteszem a hímekre is. Először is leveszük az adott ketrec függvényt, vagy bírálójának is nevezhetjük. Megtekintjük a vizsgálandó állatot, megnézzük, hogy összbenyomásra mennyire hasonlít a minden bíráló fejében bent levő adott fajtának a standardja, és ahhoz
viszonyítjuk, hogy milyen esetleg vannak-e kívánalmai vagy előnyei, és nyilván a bírálói rendszer alapján beírva tudjuk megállapítani a pontarányt, hogy milyen értékű pontra van értékelve az adott magán. Minden esetben a bírálónak kötelessége meg kézzel tartani a madarat. Magától megvizsgálja, hogy mind csontozatilag, tehát hogy a mellcsontja az egyenes, nem egy görbe. Ezután az evezőtollak számát és a faroktollakat is ellenőrzik. Például ennek a madárnak lehetne zártabb háta, más egyéb nincsen, tehát hogy mivel hogy egy kívánalma van, ez egy 96, tehát kiváló minősítést elért madár. Gyakorlatilag a bírálói lapon szereplő akár előnyök, kívánalmak, ne adj Isten hibák, ezek egy útmutatók a tenyésztőknek, hogy a jövőben mi azok a lényeges dolgok, amikre figyelni kell a következő évi párosításnál, hogy ezeket a hibákat ki tudja küszöbölni, és meg kiváló minőségű madarat tudjon tenyészteni. Krickovics Ferenc azonban nem csak bírálja, tenyészti is a madarakat. Hát ez benne van a véremben, mert édesapám is, meg az ő édesapja is tartott galambokat, és ez úgy látom, hogy ez ilyen fiúra száll. Aki a galamb szeretetét magában hordoz, az nem tudja abba hagyni. A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének bírái több kiváló minősítést is kiosztottak a nap során. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!